Elsősorban rendező, de színész és zenész is. Ő egy sokoldalú pali szólította meg a művészt Kovács Dénes újságíró a beszélgetőtárs. A színészettel, de főleg az opera rendezéssel is kacérkodó rendező, színész nem csak színpadon, de mozifilmen is szerepelt és minden műfajban rendezett már. Mágnás Miskát és Verdit. Zenetagozatosként, fiatal csellistaként opera bérlete volt, a beszélgetős esten furulya játékával nyugözte le a közönséget. Ebben az évadban Nyíregyházán a Bob Herceg bemutatóját vezényli majd. Az, hogy a minőségi élő szimfonikus zene milyen plusz tartalommal és varázslattal tölti meg a színházat, abban nagyon hiszek. Szerintem az opera abszolút csúcsműfaj, és az operett nagyon sok mű esetében a közelében jár ennek. És egy olyan színházi kultúrában, ahol nagyon sok erősített, mikroportos, csindralatta, bum-bum-bum zenés darabot szoktunk játszani, én is csináltam már ilyesmit, azok között külön megünneplem azt, amikor valóságos, minőségi, nagyszabású zene tölti fel az egészet. Az én kedvenc előadásom az hétköznap este van, közölte a mosolygós tényt Göttinger Pál. Elmondta, hogy nem kedveli az öltönyös alkalmakat, akkor is a színház jelmeztárából válogat általában. Szó volt az ír kávéról és az ír zenéről ennek kapcsán, de lehet, hogy fordítva, a tavalyi Linén szépe bemutatójáról, londoni színházi gyakorlatáról, sikereiről és elhasalt előadásokról, a kortárs dráma lényegéről, a színházi hierarchiáról, a próbatermi üvegbúráról és legnagyobb szakmai félelméről. Hitvallása szerint a színház elsősorban a szívre hat. Megtiszteltetésnek hiszi, hogy közel 100 000 néző látogatja a teátrumot, nekik szervezték az idei közönségbarát évadot is. Ezen túl már csak Habatortán az új lehetőség a Sóstói úti villában. Na, az most a terv, hogy minden héten kedden lennének különböző programok. Havonta legalább egyszer szeretnénk valamilyen kis zenés estet. Most legközelebb Tamás Attila és néhány kollégája fog előadni egy kis műsort. Most a színház zenei vezetője. Így van, ő most a színház zenei vezetője, tehát most az elejét még úgy oldjuk meg, hogy házon belül, akik igazán könnyen szervezhetőek a színház műsorába, de majd szeretnénk Pestről is hívni alkalmanként egy-egy fellépőt. Egy Rachmaninov estet szervezünk például októberre, és hát szeretnénk a beszélgetéseket kiterjeszteni szintén ismertebb pesti színészekre is. Koltai Róbert szinte már biztos, hogy a Bencs Villa vendége lesz októberben. Változatos programot kínál a jövőben a színház zenével és irodalommal, nyíregyházi vagy vendégművészekkel. A Több szemköz sorozat szándéka szerint a kulisszák mögé enged betekintést az érteklődő közönségnek.